Azért jövénk, hogy őt elvigyük intézetünk boldog édenének csöndes falai közé. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de az ő akarata nem lehet a tiéd. Fogadok, hogy holnap esni fog, megint dagadt a jobb térdem. Sürgősen küldje ide az unokaöcséme. Úgy jött be a Lajos, mintha semmi nem történt volna. Csak bejött, és azt mondta, szervusz, Zsani! Olyan csodálatos süteményt fogok sütni a családomnak, hogy hú! Az első fizetésemből vettem egy szakácskönyvet, csodálatos zserbót sütöttem. Családias hangulat, csodálatos levegő, angol park, és ami a legfontosabb, állandó orvosi felügyelet.